értékesítse sporttudását, fogadjon a betethome.com-nál. Az önfogadási partnere az interneten. Tuti tippek sportfogadóknak. www.betethome.com. Tisztelettel köszöntöm kedves nézőinket, játék az élet szól a betethome.com szlogenje, így aztán játszunk mi is, ezúttal Bognár György 50-szeres válogatott labdarúgóval. Szervusz Gyuri! Köszöntöm a kedves nézőket, köszönöm a meghívást. Azt tudjuk, hogy szakértőként és most már szakújságíróként figyeled a nemzetközi bajnokságok eseményeit, de milyen tippelő vagy, csak hogy a nézőknek némi támpontot nyújtsuk? Hát százalékos arányban jó vagyok, mert hogyha hármat tippelek, kettőt találok el, ha ötöt, akkor négyet, úgyhogy nyerni nem nagyon szoktam, de azért vannak jó megérzéseim. Ma 8 meccsünk lesz az étlapon, akkor... Valószínűleg 6-7-et tudok eltalálni belőlük. Na hát könnyű, csak ki kell találni azt az 1-2-t, amit Gyuri majd rosszul tippel meg. Egy könnyűnek tűnő mérkőzéssel kezdünk. A Manchester United a Hull City-t fogadja, a betethome.com-nál az odds-ok a következők. 1,15 a hazai sikerre, 7-szeres pénzt fizet a döntetlen, és 14-szeres a Hull City győzelme. Nem meglepő mindez, hiszen bár a Manchester United presztízs meccset vesztett a Liga kupában hétközben a Cityvel szemben 2-1-re, a Burnley-t azt megelőzően legyőzte, és nagyon kell a pont, hiszen hátrányban van az Arsenal-val és a Chelsea-vel szemben, a Hull pedig kieső helyen, és hát nem mellékesen nyeretlen még vendégként, 11 meccsen 4 pontot szerzett. Én azt gondolom, hogy a Manchester mindenképpen meg fogja tudni nyerni ezt a mérkőzést, egyértelműen esélyesek hazai pályán. Én azt hiszem, hogy ez teljesen egyértelmű egyes. Valladolid-Barcelona mérkőzéssel folytatjuk, az odds-ok a betethome.com-nál. 8,75%-ot fizet a hazai siker, 4,75-szeres pénzt ér a döntetlen, és 1,3-szeres pénzt, hogyha Barcelona győz, és önök eltalálják. Egyébként a Barca legutóbb legázolta szinte a Sevillát, vezeti a táblázatot veretlenül 5 pont előnnyel a Reállal szemben, a Valladolid viszont egyetlen pontra van a kieső zónától. Legutóbb igaz, a Racing Santanderrel idegenben döntetlent játszott. Most tud-e pontot szerezni otthon? Hát véleményem szerint nem, a Barcelona olyan formában van, és olyan csapat, amelyik azt gondolom, hogy ezt a mérkőzést hozni fogja. Én mindenképpen kettesre venném ezt a találkozót. Szóval Messi túl van a 100 gólon, és hozzá hasonló kaliberű játékosokkal tele van a Barcelona. Szerintem biztos, hogy nyernek. A Juventus a Rómát fogadja a hétvégén, az odds-ok a következő 2,45%-ot fizet a hazai siker, háromszoros pénzt ér a döntetlen, és 2,85%-ot, hogyha a Róma vendégként is nyer. Tudjuk, hogy a Chievo ellen kilátástalan játékkal veszített a Juventus, amely a legutóbbi 10 tétmeccséből 7-et elbukott. A Róma viszont október óta veretlen, legutóbb a Genoa volt az áldozat, és azóta, október vége óta 14 tétmeccset játszott, és 11-et megnyert, a 15-ről feljött a harmadik helyre. De lehet, hogy fordul most a helyzet, vagy nem lehet? Én gyanítom, hogy annyira rossz formában van a Juventus, hogy nem lehet ezt a mérkőzést fix egyesre venni, tehát hazai győzelemre. Rendkívül rossz szerkezetben játszik a Juventus hetek óta, Ferrarának is azt gondolom megvannak számlálva a napjai. Én esélyesebbnek tartom a Rómát, hiszen nagyon jó csapat. Toni az elmúlt mérkőzésen 2 gólt is lőtt. Azt gondolom, hogy x2, amit javasolni tudok erre a mérkőzésre. Nem lesz egyszerű a Werder Bremen dolga sem Németországban, hiszen a Bayern Münchent látja vendégül a brémai csapat. 3,25-szoros pénzt ér a hazai siker, és a döntetlen is. 2,15-ot fizet a betethome.com-nál a Bayern München sikere. Nagyon érdekes, hiszen néhány héttel ezelőtt még a Werderről úgy beszéltünk, mint a Bundesliga egyik legjobb formában lévő csapatáról, de legutóbb a Frankfurt elleni veresége már zsinórban a harmadik volt a sorban, 5 meccs óta nyeretlen, a Bayern viszont 5 meccset nyert Zsinórban, tehát sokkal jobb formában van a vendégcsapat, de nyere vajon Brémában? Nem lesz könnyű dolga, a Bréma annak ellenére, hogy most nincs olyan jó paszban, szerintem nagyon jó csapat, különösen hazai környezetben, de a Bayern is nagyon összeállt, nagyon jó játékosai vannak, erre a mérkőzésre is x2 a tippem. Ránduljunk át Skóciába, a Rangers vendége a Hearts lesz a skót bajnokságban. 1,35-szörös pénzt ér a betethome.com-nál a hazai siker, 4,5-szeres a döntetlen és 7,6-szeres pénzt ér, hogyha a Hearts győz idegenben. A Rangers szenved mostanság, legutóbb a Hamiltont a kupában csak hosszabbításban verte, a hétvégén bajnoki meccsen pedig 1-0-ra, de nő az előnye a Celtickel szemben, már 9 pont, a Hearts 5. és képes ugyan bravúrokra, de nem biztos, hogy a Rangers ellen idegenben. Hát a Rangers egyértelműen jelen pillanatban a legjobb skót csapat. Ilyen előnnyel azt gondolom, hogy nem is nagyon lehet őt behozni, de hát szüksége van a 3 pontra, különösen hazai környezetben. Szerintem ezt a mérkőzést is meg fogják nyerni, hiszen a Hearts a tavalyi önmagához képest azért most jóval gyengébb. 1-esre tippelek. A spanyol bajnokságban a Real Madrid vendége a Malaga.
Az odds-ok a következők, a betethome.com-nál 1,2-szeres pénzt jelent, hogyha a Real Madrid győz, 5,7-szeres a döntetlen, és 12-szeres pénzt ér a Malaga sikere. A Real otthon 100%-os, igaz legutóbb kikapott idegenben a Bilbao vendégeként. Nagyon kellenek a pontok a Realnak, hiszen 5 pontos hátrány van a Barszával szemben, a Malaga pedig közel a kieső zónához, egy pontnyira attól mindössze. Nagyon nagy különbség van a két csapat játék ereje között, és úgy, hogy legutóbb a Madrid kikapott, nem engedheti meg magának, hogy ezt a 3 pontot ne gyűjtse be. Nem beszélve arról, hogy a sztárok Ronaldótól kezdve a többieken keresztül szintén nem engedhetik meg maguknak azt, hogy kétszer is egymás után vesztes csapatban legyenek. Biztos, hogy megnyerik ezt a meccset, tehát 1-es. A Bundesligában a sereghajtó Hertha vendége a Mönchengladbach. A betethome.com-nál 1,85-ot ér a hazai siker, 3,4-et fizet a döntetlen, és 3,95-szoros pénzt jelent, hogyha Mönchengladbach győz idegenben. Egyébként 11. a vendégcsapat és 9 idegenbeli meccséből 6-ot elveszített. A Hertha viszont legutóbb győzött mindössze másodszor a bajnokságban, sereghajtóként a Hannover otthonában, lehet felzárkozni a Gladbach ellen is talán. Sokkal jobb csapat a Hertha annál, mint ahol jelenleg elhelyezkedik a tabellán. Én úgy érzem, hogy meg fogják verni a Mönchengladbachot. Szerintem ez egy 1-es mérkőzés. Olasz bajnoki rangadó, az év rangadója, az Inter a Milánnal, a San Siroban csap össze természetesen, az első a második ellen, az odds-ok a betethome.com-nál 2,45-ot ér az Inter sikere, 3-szoros pénzt a döntetlen, és 2,85-ot fizet a Milán győzelme. A Milán fantasztikus formában, legutóbb 4-0-ra győzött a Siena ellen, Ronaldinho mesterhármas szerzett. Az Inter szenved mostanság, legutóbb 2-2 a Bari otthonában, de ami a lényeg, hogyha a Milán nyer, akkor a vesztett pontokat tekintve utolérheti az Intert. De megtörtént. Hát ez egy rendkívül nehéz mérkőzés. Én azt gondolom, hogy az X a legvalószínűbb. A Milán valóban nagyon jól futballozik, az Inter pedig eredményesen. Az biztos, hogy szoros mérkőzésre számíthatunk. Mégis van egy olyan érzésem, az X mellett egy 1-est is be kellene tenni. Köszönöm szépen. Bognár György tippjeit rövidesen láthatják majd a képernyőn. Gyuri, köszönöm szépen a szakértő közreműködést. Köszönöm a meghívást, remélem tudtam segíteni a tippjeimmel a kedves nézőknek, viszontlátásra. Kedves nézőink, ne felejtjék, újévi ajándékként a betethome január 31-ig SMS játékkal kedveskedik azoknak a nézőknek, akik egy 50 forintba kerülő SMS-ben elküldik a tuti tippek jelszót a 17635-ös mobiltelefonszámra. A játékos kedvű nézőink SMS-ben fognak majd kapni egy kódot, és ha regisztrálnak a betethome.com honlapján és beütik ezt a kódot, akkor személyenként egy alkalommal 5 eurós bónuszt, azaz ingyenes játék lehet. Kapnak. Ez volt a Tuti Tippek sportfogadóknak. Várjuk Önöket a jövő héten is a Sport 2-n szombaton reggel 7 óra 50-től. Viszontlátásra! Értékesítse sporttudását! Fogadjon a betethome.com-nál! Az önfogadási partnere az interneten. Értékesítse sporttudását, fogadjon a